Örvendetes módon a gátfutásban jeleskedő Kozák Luca mellett a sprinter hölgyeknél akad egy másik nemzetközi szinten predesztinált atléta, aki a Ferencváros csapatát erősíti, aki 2 év múlva esedékes budapesti felnőtt világbajnokságon a sprinter szakág egyik nagy hazai reménysége, aki szintén részt vett a sprinterek napokban lezárult bonyhádi edzőtáborozásán. Csóti Justina egyébként 200 méteren és 60 méteres távon megnyerte a fedett pályás országos bajnokságot, és szabadtéren, síkon is, beleértve a 100 métert is, nagy esélyes az első éves felnőtt ferencvárosi sprinter újabb bajnokságok megnyerése. Olybá tűnik, a már említett Kozák Luca számít idehaza a legnagyobb ellenfelének. Azt tudom mondani, hogy azért szabadtéren más a helyzet, mert Kozák Luca, aki egyébként 60 és 100 méteres gátutásban nagyon jól szerepel, ő neki a sík formája is nagyon jó. Tehát azt mondom, hogy ő mellé kell odaérnem, és őt kell legyőznöm. Csóti Justina időarányos fejlődéséhez nemzetközi versenyek is kellenek, már az idén is. Lesz eleve az Univerziádé, ami ugye az egyetemi világbajnokság. Ott még mindenképpen szeretnék elindulni, illetve megcélozni esetlegesen a döntőt. Itthon persze szabadtéren a győzelem lehetőleg egyéni csúcsjavítással lesz már az idén az igazi, tőle elfogadható eredmény. Aki egyébként a leghosszabb sprinttávon, 400-on nem versenyez. Mind a 100-on, mind 200-on az a cél, hogy megnyerjem szabadtéren mindkét számot. Azt mondom, hogy nem feltétlenül akarok csak egy számra specializálódni, tehát például csak a 100-ra, mindkettő fontos. Harc, mindennapi küzdelem a tizedek, századok leszorítására, ez a gyors emberek, a sprinterek mindennapi küldetése. A reális, ezt nem tudom elmondani, inkább azt mondom, hogy mit kellene. Igen, tehát mindenképpen az, hogy 11-40, az mindenképpen kéne 100-on. Eleve az biztató, hogy évről évre fejlődtem. Tehát tavalyhoz képest is az idei évem az bőven jobb lett, mert 60 méteren is fejlődtem. Szerintem az, hogy 60-on fejlődtem 13 századot, vagy 14-et, már nem tudom, az 100-on biztos, hogy azért úgy azt mondom, hogy biztató. Tehát biztos, hogy 100-on is ez egy jobb eredmény lesz idén. A rajkészség, az első 30-on való gyorsaság nagyon fontos faktorában a mondó nem lehet elégedetlen, de van még bőven ezen a fontos területen mit tennie ahhoz, hogy javuljon. Nem mondom még annyira jó rajtolónak magam, az biztos, hogy fejlődött a tavalyi évhez képest, mert jobban reagáltam, sokkal jobban toltam el az első lépésben így a lábamat, viszont nekem inkább a távközi futásom az, ami úgy jobb volt, tehát én 30 méter után tudom igazán megtolni a lépéseket. Edzője Králik Pál a bonyhádi edzőtáborban mind szabadtéri pályán, mind bent az atlétikai komplexum fedettjébe olyan gyakorlatokat vezényelt Csóti Justinának, amivel a mozdulatgyorsaságot, a robbanékonyságot direkt vagy indirekt módon fejleszthette. Ne feledjük, a hazai sprintereknél, a hölgyeknél csemegének ígérkezik a síkon Kozák-Csóti párharc a magyar bajnokságon.